szól. A módosító javaslatunkban Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselő urakkal, Harangozó Tamás képviselő urral azt javasoljuk az ajánlás 13. pontjában, hogy a Szent Korona és a hozzátartozó egyes jelvények őrzése és védelme pont, mint a Magyar Honvédség fegyverhasználati joggal ellátott feladata kerüljön ki. Az általános vitában is elmondtuk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ilyen típusú rendészeti feladatokat a köztársasági őrezet kiválóan elvégzett. Az sem hatott meg igazán, legalábbis engem. A miniszterről az általános vitában elmondta, hogy az ő szívét mindig hogy megdobogatják itt a deli magas, feszesen álló katonák kint ott a kupolateremben. Őszintén szóval akkor is elmondtuk, és most is hangsúlyoznom kell, hogy minden magyar katona jól mutat az egyenruhájában, de a magyar köztársaság állampolgárai nem azért fizetik az adójukat, hogy egyébként jó kiállású katonák áldigáljanak a parlamentben. Főleg, hogy fegyverhasználati joggal láthatják el ezt a feladatot. Mi úgy gondoljuk, hogy a fegyverhasználati joggal, de fegyverhasználati jog nélkül sincsen keresni valója 2011-ben és utána katonának a magyar parlamentben. Szerintünk a köztársasági őrezet ezt a feladatot kiválóan elvégezte, és mi úgy gondoljuk, hogy a egyébként kiképzett katonáinkat inkább más feladatokra kellene átvezényelni, főleg azért, mert talán az általános vitában Juhász képviselő mondta azt el, és nagyon egyetértek vele, hogy újabb és újabb feladatokat kap a Magyar Honvédség, miközben a hozzá kapcsolódó források, tehát ehhez a feladathoz, a honvédelemhez kapcsolódó források összege pedig jelentősen csökken. Hiszen most már nem csak arról van szó, hogy zárolták a 26 milliárd forintot, amelyet valamennyi tárcánál ugye bekövetkezett ilyen zárulás, hanem véglegesen el is vették ezt az összeget. Magyarul csökkenő költségvetés mellett újabb és újabb feladatokat adnak a katonáknak, miközben egyébként a Szent Korona és a hozzátartozó egyes jelvények őrzése és védelme semmiféle képességnövekedést nem jelent a Magyar Honvédség számára. A második ajánlási pont, a 14-es ajánlási pontot pedig ugyanezen képviselő társaimmal a Honvédség fegyverhasználati jog nélkül ellátott feladatai közül venné ki a közreműködést az állami közfoglalkoztatás feladatainak végrehajtásával. Az az igazság, képviselő társaim, hogy azért nekem elég élénk a képzelőerőm, igen jó vizuális erővel bírok, de azért azt nekem nagyon nehéz elképzelnem, ahogy gulyáságyon fűzik majd a Magyar Honvédség katonái a bárhol az országban telepített munkatáborokba ezeknek az embereknek az ételeket, vagy szállítják a Honvédség buszain ezeket az embereket. A Magyar Honvédségnek nem ez a feladata. Nem hogy az alaprendeltetése, de az egyéb feladata sem ez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy értve azt, hogy egyébként vannak olyan dolgok minden kormány életében, amelyek ilyen kedves gyermek, egy ilyen, mint egy szerelemgyerek úgy jelenik meg, és a közfoglalkoztatás hát, hamis illúziója így jelenik meg egyébként a mostani Orbán kormánynál. Nagyon szépen kérem, hogy a Magyar Honvédségnek ne adjanak ilyen feladatokat. Ez nem a Magyar Honvédségnek a dolga. Hozzáteszem, nem is a rendőrségé, de hát ezt majd nyilván meg fogjuk vitatni azoknál a tárgyú törvényeknél. A Magyar Honvédség alaprendeltetése egyébként, és én úgy gondolom, hogy azok a politikusok, akik hosszú éve óta foglalkoznak a honvédelem területével, egyaránt egyetértenek, hogy ez a közfeladatok, vagy a közfoglalkoztatásban való részvétel, ez egyáltalán nem fogja segíteni egyébként azoknak a képességeknek a fejlesztését, amelyben valóban szükség lenne a Magyar Honvédségnek, és ugye az általános vitában hangzott el, hogy a számítógépes terrorizmus és a számítógépek világában inkább ilyen típusú képességeket kellene fejleszteni. Végül nagyon röviden, fél percben az ajánlás 15. pontjában ma sem értjük, és nem tudjuk azt elfogadni, hogy egyébként olyan helyzetben, ami a minősített helyzetet jelent a magyar köztársaság életében, a kirendelt erőknek miért a honvédség állományába tartozó kijelölt parancsnokok vezetésével kell végrehajtani a feladatokat, miért nem a saját parancsnokaik vezetésével kell végrehajtani. Mi azt javasoljuk ebben a módosító javaslatban, hogy gondolják át, mert egyébként elég rosszra tudunk gondolni ilyen törvényjavaslat kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő asszony! Most Mátrai Márta képviselőasszonynak adok szót, rendes felszólalásra, parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az ajánlás
szakaszai szerint, tehát a 2-től a 28-ig, illetőleg a 2-től a 27-ig szeretnék részletesen végigmenni és elmondani, hogy a benyújtott módosító javaslatokat miért nem tudjuk támogatni. Az ajánlás 2. pontjában, amely a 4 szakasz 4 bekezdésének az elhagyását javasolja, ez a módosítás arra irányul, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítővel kapcsolatban fennálló sui generis parancsnoki kötelezettség elhagyását javasolja. A módosító javaslatot azért nem támogatjuk, mivel álláspontunk szerint a törvényjavaslatban megfogalmazott törekvés a feladat megjelölésére alkalmas. E szabály hiányában a parancsnokot semmiféle mérlegelési szempont nem kötné, hogyha azt a javaslatot befogadnánk, amit itt olvashatunk. Nem jelenti azt, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítő harci intézkedéssel járó szituációban nem vehető igénybe, például az egészségügyi szolgálat teljesítése közben teljes egészében. A harmadik ajánlási pontban, ami egy 8-as alcímmel és 11-12 szakaszsal egészíteni ki a javaslatot, ez a módosító javaslat a fegyver nélküli, illetve fegyveres katonai szolgálat alternatívája mellett történeti hivatkozásokkal a polgári szolgálat formájának alapvető szabályaira tesz javaslatot lelkiismereti okokból. A jogintézmény a sorkatonai szolgálati kötelezettség idején alakult ki, e kötelezettség békeidejű megszűnésével fenntartása indokolatlan. A katonai szolgálat minősített időszaki bevezetése esetén az ország védelmi képességeinek biztosítása az elsődleges közérdek, és ezt biztosítani is kell. Ezért nem tudjuk támogatni. Nem támogatjuk továbbá az ajánlás 4-es pontját sem, amely a 12 szakasz 2 bekezdését egy új H ponttal egészíteni ki, és ez a kiegészítés a javaslata azért nem fogadható el számunkra, mivel ki akarja terjeszteni a honvédelmi munkakötelezettség alóli mentesítettek körét a rokkantakra. Ugyanezen szakasz 1 bekezdése szerint az egy szakasz ugyanis kimondja, hogy az ország működőképességének fenntartása és helyreállítása érdekében a kötelezett tartós vagy időleges honvédelmi munkakötelezettség keretében képességeinek és egészségi állapotának, és ezt alá is húznám, hogy egészségi állapotának megfelelő fizikai vagy szellemi munkát teljesít a számára kijelölt munkahelyen. Tekintettel ezen rendelkezésre a benyújtott javaslat nem támogatható, mert a rokkantak is képesek fizikai és szellemi képességeinek megfelelő munka ellátására, amennyiben természetesen az igény erre jelentkezik. Az ajánlás 6-os pontjában a 19 szakasz két új bekezdéssel próbálja kiegészíteni a javaslattevő. Szintén nem támogatjuk azért, mert a módosító javaslat kiegészíti a szöveget a honvédelmi kötelezettség GDP százalékos törvényi szintű garantálásával. A kormánynak a költségvetés tervezésére vonatkozó feladatkörére és a költségvetés önálló törvényi tárgykörbe tartozására figyelemmel a javaslat nem támogatható. Mint ismeretes, az alaptörvény meghatározza a költségvetési hiány felső értékét, megfelelően minden ágazat összegszerű éves költségvetését is ehhez kell igazítani. Az ajánlás 9-es pontja a 20 szakasz 4 bekezdésének elhagyását javasolja. Ezt az elhagyást azért nem javasoljuk, mivel törölni javasolja azt a szabályt, amely szükségtelenné teszi a köztársasági elnök döntéseinek és intézkedéseinek ellenjegyzését a kormány tagjai által. Tekintettel az alaptörvény 9. cikkének 5 bekezdésére, amely azt rögzíti, hogy ha törvény állapít meg jogkört az elnök számára, akkor azt is megállapíthatja, hogy szükséges-e ellenjegyzés ahhoz, vagy sem. Valamint arra, hogy az intézkedéseket és döntéseket a honvédelmi miniszter javaslatára teszi meg az elnök, eljárási szempontból szükségtelen utólagos ellenjegyzés, így a javaslat álláspontunk szerint nem támogatható. Az ajánlás 10-es pontját, amely a 21 szakasz 1 bekezdés J-pontjának módosítását javasolja, azért nem támogatjuk, mert a módosító javaslat kiterjesztené a honvédelmi nevelés szinterét a felnőtt képzésre, valamint a kormány részére kiegészítő feladatként rögzítené a lakosság, biztonság és védelem tudatos szemléletű felkészítését.
A javaslat olyan feladatokat tartalmaz álláspontunk szerint, amelyek megvalósítása az állampolgárok elvárhatónál lényegesen jelentősebb igénybevételét feltételezi, és ezért nem áll módunkban ezt így támogatni. Az ajánlás 11 pontja a 25 szakasz 4 bekezdésnek a módosítását javasolja. Nem támogatjuk, mivel a javaslat visszakívánja állítani a hatályos honvédelmi törvény szabályozását és a Megyei Védelmi Bizottság vezetői pozíciójába, de a kormány megbízott helyett a megyei közgyűlés elnökét javasolja, tehát mi az eredeti törvényben megfogalmazottakat kívánjuk fenntartani. Az ajánlás 12 pontja a 26 szakasz 2 bekezdés módosítását javasolja, amit nem támogatunk azért, mert a módosító javaslat szintén a megyei Védelmi Bizottság elnöke személye és munkáját segítő hivatali apparátus közreműködések kapcsán kívánja a jelenlegi rendszert alkalmazni, ugyanis az alaptörvény is és a sarkalatos törvény is 2012. január 1-én lép hatályba, tehát ezért nem tudjuk támogatni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselőasszony. 2 perces hozzászólásra Vadai Ágnes képviselőasszonynak adok szót. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Azért vagyok ilyen aktív, mert hamarosan kezdődik a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése, akkor a honvédelmi miniszter urat fogjuk meghallgatni, és a világért se hagynám ki, mert számos kérdése van, amit neki muszáj lesz föltennem. Viszont az ajánlás, Mátrai képviselő azt mondta, hogy szinte semmit se támogatnak, ugye nem jutott végig az ajánlási pontokon, de biztos vagyok benne, hogy semmit nem fognak támogatni. Ezt én már azért borítékoltam az általános vitába is. Viszont az ajánlás 6. pontjában Juhász képviselőtársam által benyújtott GDP arányos költségvetés kapcsán szeretném azt világossá tenni, hogy ha a sarkalatos törvényben meghatároznak bizonyos a következő kormányokra kötelező számokat, akkor azt gondolom, hogy nem lenne az alaptörvényben nincs annak akadálya, hogy egyébként a honvédelem ügyét meghatározó sarkalatos törvény pedig egy iránymutatást adjon arra vonatkozóan, hogy a hadseregre mennyit kell költeni. Ráadásul a házképviselő nem is olyan magas összeget jelölt meg, vagy magas százalékot jelölt meg, 1,1%-ot, és azért is lett meg engem képviselőasszony mostani hozzászólása, mert az elmúlt időszakban, amikor az MSZP kormányzott, akkor minden egyes alkalommal azt kaptuk hatalmas kritikaként egyébként, például Simicsko államtitkár úrtól, de ugyanezt mondhatnám egyébként más a honvédelem ügyével foglalkozó és elkötelezett képviselőktől is, hogy hát a 2%, a GDP arányos 2% a vállalás, és hogy a szocialista kormányok milyen keveset költenek a honvédelem ügyére. Megjegyzem, ez az 1,1%, ez talán a legalacsonyabb volt, most sikerült egyébként ezzel a költségvetési megszorítással 1% alá vinni a honvédelemre költött GDP arányos összeget, ami igen elkeserítő, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos iránymutatás lenne a következő összes kormányra, személy szerint én ezt nagyon tudnám támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony, és most megkérdezem Iváncsik Imre képviselőt, hogy melyikre adjak lehetőséget, rendes felszólalásra, vagy 2 percesre, mind a kettő ilyen első helyen áll. Tehát rendes felszólalásra. Akkor megadom a szót Iváncsik Imre képviselő úrnak, rendes felszólalása. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, akkor igyekszem a rendes felszólalásban azt a 2 mondatot, vagy 3-at elmondani, amit 2 percesben szerettem volna, és az önkérésének megfelelően akkor mondom az elején, hogy a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 11-es és a 14-es pontokkal kívánok foglalkozni. Én azt akartam pontosítani, hogy szemben a képviselő asszony által alkalmazott kifejezésekkel talán helyesebb úgy megközelítenünk, hogy mi nem kiterjeszteni akarjuk a 4-es ajánlási pontban a rokkantakra a mentesítést, hanem a hatályos honvédelmi törvénnyel összhangban, inkább úgy fogalmaznék, a korábban nagy többséggel, konszenzussal jóváhagyott, most hatályban lévő törvénnyel összhangban lévő szöveget ajánlunk, hiszen indokoltnak tartjuk annak a fönntartását, és a 11-es ponttal kapcsolatban pedig ez a vissza akarjuk állítani a megyei közgyűlés elnök mostani funkcióját a Védelmi Bizottságban, ez is úgy pontos, hogy a jelenlegit javasoljuk fönntartani, hiszen a gyakorlat igazolja, hogy ez
a mostani szabályozás ez a gyakorlatban kiállta a próbáját, és semmi nem indokolja ennek a megváltoztatását. A negyedik pontban javasolt csökkent munkaképességűekkel kapcsolatos korlátozást feltétlen indokoltnak tartjuk, és az a meggyőződésünk, hogy szükség esetén, ha ezt alkalmazni akarnák a gyakorlatban, súlyos akadályokba ütköznének, hiszen aki munkaképességének legalább 67%-át elveszítette, egészségkárosodott, vagy az 50%-át elérte, az nem hisszük, hogy honvédelmi munkakötelezettségre olyan módon kötelezhető, mint ahogy az a törvényjavaslatban szerepel, tehát indokoltnak tartjuk a korábbi szabályozás fönntartását. Az ötös pontban javasoljuk a jelenleg hatályos szabálynak megfelelően, hogy az országgyűlés jogosítványai közül ne kerüljön ki, hanem maradjon benn, a honvédség hosszú távú fejlesztésének irányait meghatározni. A bizottsági vitában az volt az érvelés, hogy hát ez egy felesleges megjelenítés, hiszen egy általános fogalomba, amit egy előző pontban szerepeltetnek, ezt bele kell érteni. Bízom benne, hogy ez valóban így van, és amikor majd sor kerülhet erre a döntésre, akkor az országgyűlés tudja érvényesíteni a jogosítványát. Nyugodtak akkor lennénk, hogyha ez szövegszerűen is továbbra is benne lenne. Akkor egészen bizonyosak lehetnénk, és nem volna kérdés később sem, hogy vajon van ilyen jogosítvány az országgyűlésnek, vagy nincs, tud-e élni vele, vagy sem. Szeretnék érvelni a Juhász Ferenc képviselő úr javaslata mellett a hatos pontban, ami a GDP arányos részesedésről szól, amit 1,1%-ban jelenít meg. Mindenképpen indokoltnak tartom, figyelembe véve azt, hogy ellenzéki pártként a jelenlegi kormánypártok rengeteget bírálták a korábbi kormányokat, amiatt, hogy kevés az az összeg, amelyből gazdálkodhat a honvédelem. Most itt volna a lehetőség, hogy önök több pénzt költsenek erre észszerűen. Ehelyett soha nem látott mélységekbe zuhant, most már 1% alatt van. Éppen ezért fontos lenne valahol egy olyan elfogadható küszöböt megjelölni, ez az 1,1 lehet, és jó volna, hogy ennél azért lényegesen több is lenne a következő években. Mindenképp indokoltnak tartjuk. Azt az érvelést, hogy ez megköti a kormány kezét, azért nem tartjuk elfogadhatónak, hiszen maga a miniszterelnök úr említette, hogy a következő nem egy, hanem 10 kormány kezét szeretné költségvetés ügyekben megkötni, tehát akkor nem látjuk akadályát annak, hogy a honvédelmi ügyekre is ezt kiterjesszék. A 11-es pontban a megyei közgyűlés elnöknek és a főpolgármesternek a funkcióját fönntartani javasoljuk. Nem értünk egyet azzal, hogy a kormány megbízott vegye át tőlük a szerepet. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az a közfunkció, az a választott feladat, amit betöltenek, az olyan helyben fontos politikai szempontokat visz be a rendszerbe, ami biztosítéka lehet annak, hogy egy nagyon körültekintő és gondosan az összes helyi körülményt mérlegelő vezetői munka zajlik majd továbbra is a megyei védelmi bizottságokban, illetve fontosnak tartjuk, hogy a megyei főjegyző továbbra is tagja legyen a bizottságnak. Végül a 14. pontról szeretnék szólni, egészen elképesztőnek tartjuk azt az ötletet, amit úgy látom, hogy a kormány képviselői nagyon komolyan gondolnak, hogy a honvédségnek kiemelt feladata legyen közreműködni az állami közfoglalkoztatás feladatainak a végrehajtásában. A mi meggyőződésünk szerint a honvédség alaprendeltetése az ország szuverenitásának a védelme, a külső támadásokkal szembeni védelem, és figyelembe véve azt is, hogy rendkívül szűkösek a források, és még a szándék sem látszik arra, hogy ezt a jövőben növelnék, semmiképpen nem tartjuk indokoltnak, hogy egy ilyen más szervezetek által elvégezhető munka komoly feladatokról, képességfejlesztésről és valódi, az ország védelmét szolgáló képességek kialakításától vonja el az egyébként is szűkös forrásokat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólást a Borbé Lénát képviselő úrnak adok szót, a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr.
Sajnálom, hogy Vadai Ágnes képviselőasszonynak el kellett mennie, természetesen érthető bizottságülésre ment, viszont szeretnék reflektálni az ő általa felvetettekre a 13-as, 14-es, illetve 15-ös ajánlási pontokra. A 13-as ajánlási pontnál képviselőasszony kifogásolja, illetve javasolják, hogy kerüljön ki a javaslatból, hogy a honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat: a Szent Korona és a hozzátartozó egyes jelvények őrzése és védelme. Csak szeretném emlékeztetni a tisztelt házat, egyébként a bizottságülésen is elhangzott az az érv. A Magyar Honvédség május 30-án vette át ezt a feladatot, éppen ezért a kormány nem kívánja ezt a döntését megváltoztatni. A 14-es ajánlási pontban a közfoglalkoztatással kapcsolatban, ahogy Iváncsik képviselő úr fogalmazott, a honvédség fő feladataként jeleníti meg a törvény. Az én értelmezésemben ez nem fő feladatként jelenik meg, hanem csak egy ellátandó feladatként. És egyébként a kormánynak pedig kifejezetten szándéka van abban az irányban, hogy ezt az új elemet megjelenítse a Magyar Honvédség állományában, és egyetértek azzal az érveléssel, hogyha a Magyar Honvédség külföldi missziókban képes ellátni ilyen jellegű feladatokat, akkor azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági és jelenlegi állapotokban, ami az országban van, a Magyar Honvédség itthon is képes lesz ellátni ezt a feladatot. A 15-ös ajánlási pontban azt kifogásolják, illetve a módosító javaslat is született abban, hogy a vezetői feladatokat saját parancsnok, vagy pedig más parancsnoki viszonyban lássák el. Ezzel kapcsolatban az álláspontja a kormánynak és a bizottságülésen szintén elhangzott, hogy kifejezetten rugalmatlanná teszi a végrehajtást, hogyha ez nem ebben a formában történik. És még egy mondatot engedjenek meg a GDP-vel kapcsolatban, illetve az 1,1%-kal. Elmondta a képviselő társam is, hogy az alkotmány, illetve az új alaptörvény rögzíti a felső határát, úgyhogy indokolt ennek az elhagyása. Köszönöm. Ugyancsak két perces hozzászólást a Volner János képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Én Iváncsi képviselőtársam szavaira szeretnék reagálni. Képviselő úr, miután az ország kifejezetten nehéz gazdasági helyzetben van, éppen az önök 8 éves kormányzása a fő felelőse ennek a jelenleg kialakult gazdasági helyzetnek. Én nem csodálkozom azon, hogy a békeidőben egyébként tétlenségre, gyakorlatozásra ítélt honvédséget megpróbálja a kormány bevonni fontos nemzetgazdasági feladatok teljesítésébe, így többek között abba is, amit önök szorgalmaztak oly sokszor itt az országgyűlésben, az országos közmunkaprogramba. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos nemzetgazdasági cél, és hogyha belegondolunk ebbe, hát nem is példa nélkül való, és nem is előzmény nélkül való. Emlékezzünk csak vissza még a rendszerváltás előtti időkre, amikor a néphadseregnek építő alakulatai működtek, vagy akár az önök kormányzására, a Fidesz kormányzati éveire, még az első Orbán kormány alatt, amikor a Magyar Honvédség különböző külföldi missziókban műszaki alakulatokkal vett részt, és elsősorban az újjáépítéssel kapcsolatos munkálatokat biztosította. Én nem látom annak okát, hogyha mondjuk Afganisztánban segítünk az újjáépítésben, vagy részt vesznek egyéb katonai missziók keretén belül magyar katonák más országok újjáépítésében, miért pont ne a magyar gazdaságot támogatnák ezzel a hasznos értékteremtő munkával. Én azt gondolom, hogy ismét csak egy olyan példát láthatunk, amikor az MSZP megpróbál fogást keresni, megpróbál olyan dolgokat javasolni, amelyek Magyarország kárára vannak. Én azt gondolom, hogy nem lenne egy haszontalan kezdeményezés, hogyha a Magyar Honvédség ilyen módon a nemzetgazdaság teljesítményéhez hozzájárulna, és megjegyzem egyébként, hogy ez a hazafias kötelezettségével ugyanúgy összevág, mint az árvízvédelmi munkálatok végzése, ami szintén nem a honvédelmi feladat része, de jobb hián a magyar állam szükséghelyzetben a honvédséget veszi erre a célra igénybe, hozzáteszem nagyon helyesen. Az, hogy az MSZP-nek miért van ellene kifogása, ezt nyilván majd ön meg fogja mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Ugyancsak két perces hozzászólásra Szűcs Erika képviselőasszonynak adok szót az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Völner képviselőtársam nem volt itt, ha jól emlékszem, a közfoglalkoztatás 7 órás vitáján, mert ott mi nagyon világosan kifejtettük, hogy a közfoglalkoztatásnak akkor van
várhatóan hosszú távú gazdasági haszna, tartós munkahelyteremtő haszna, ha az alapvetően a helyi társadalom igényeire reflektál, és abból táplálkozik. Magyarul mi a piramist úgy képzeljük, hogy a 3200 önkormányzat és a köré szerveződő gazdasági, társadalmi és civil világ, amely egyébként a szolgáltatásai miatt elsősorban munkaerő felvevő, lenne a bázis, erre épülhetnének a kistérségi feladatok, az állami infrastruktúra kezelők térségi feladatai, a helyi vállalkozások világa, a munkaerőpiaci képzési programok, és a végén a csúcsa lenne ennek a piramisnak a nagy állami beruházások és gazdasági és állami beruházások. Ez a dolog, ez meg most meg van fordítva, a talpáról a fejére van állítva, mert az összes forrás a helyi társadalom támogatásától el lesz vonva, vagy legalábbis a legjelentősebb forrás, azaz ilyen nagy beruházásokra lesz számva, úgy, hogy a gépeket kiszorítják. Tehát mi nem fogást keresünk, nekünk más az elképzelésünk, és ezt az elképzelést egyébként az elmúlt 10 évben indult kezdeményezéseket, elemzők, monitoring és kutatási jelentések mind alátámasztják. A helyi társadalomra reflektáló közfoglalkoztatás befektetés, ebből lesz munkaképes ember, és lesz helyi tartós állás, abból, amit önök akarnak csinálni, abban megalomániás nagy beruházásoknak, a nem tudom milyen kivitelezése, majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Folytatjuk a 2 perces hozzászólásokat. Volner János képviselő úr következik a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon képviselő. Szücserik a képviselőtársam, én nem a Fidesz képviselője vagyok, tehát én nem a kormány közmunkaprogramjának kidolgozásában vettem részt. Én azt mondom, hogy ez egy támogatandó javaslat, hogy az ön által említett helyi gazdaságok, a helyi önkormányzatok mellett végzett közmunkák mellett induljanak el olyan országos, központilag szervezett közmunkaprogramok, amelyek tömegek felszívására alkalmasak. Megjegyzem, enélkül egyébként nagyon nehéz elképzelni azt, hogy akár több százezeres létszámban közmunkásokat a kormányzat hogyan tudna észszerű keretek között elhelyezni. Én azt mondtam, és azzal volt problémám, hogy az MSZP megpróbálja a honvédséget teljesen kivenni abból a körből, amely a nemzetgazdaság teljesítményéhez képes hozzájárulni, és megpróbálják megvétózni, megtorpedózni azt a kormányzati javaslatot, amely a honvédség nemzetgazdasági teljesítményhez történő hozzájárulását a közmunkaprogramba történő bevonása révén biztosítani képes. Én semmi rosszat nem látok abba, hogy egy katona akkor, amikor éppen semmilyen különösebb dolga nincs, akkor részt vesz mondjuk a közmunkák felügyeletében, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokban. És mondom még egyszer, ez nem egy új keletű dolog, volt a rendszerváltás előtt, volt utána, jelenleg is részt vesznek magyar katonák a magyar határoktól sok ezer kilométerre más ország újjáépítési munkálataiban. Én azt gondolom, hogy az MSZP után épp elég romeltakarítás maradt, miért ne vennének részt a katonák ebben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Rendes felszólalásra Korondi Miklós képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Én az ajánlás első szakasz 2-es, 16-os, 20-as és 24-es pontjaihoz szeretnék hozzászólni. Annak ellenére, hogy Mátrai Márta képviselőtársa már ugye úgy kezdte, hogy szinte valamennyi módosító indítványunk lesöpörve, azaz nem fogadtak be semmit. Ennek ellenére azért engedjék meg, hogy az indoklásaimat én is elmondjam a megfelelő pontokhoz. Az ajánlás második pontjára vonatkoztatván ugye a 4. paragrafus 4. bekezdésének a törlését javasoltuk, ami arról szól, ugye, hogy a parancsnoknak törekednie kell arra, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítő katonát a fegyveres érintkezésből kivonja. Ez egy nagyon érdekes szakasza ennek a törvényjavaslatnak. Ugye sorozott hadsereg esetén és békeidőben teljesen érthető, hogy vannak személyek, akik vallási és személyes meggyőződés okán nem vállalnak fegyveres katonai szolgálatot. Más a helyzet azonban a minősített esetben, és erre vonatkozik ugye ez a 4. pont, a parancsnoknak törekednie kell erre. Az egyik oldal ugye jogos elvárás a haza érdekében, akár az élet feláldozása is, a másik oldalon, aki még fegyvert sem hajlandó fogni, annak lehetőséget kell adni arra, hogy még a fegyveres összetűzés környezetét is elkerülje. Számunkra ez egy ellentmondás, és ezért szerettük volna ezáltal a törvénymódosítási javaslatot kiigazítani ennek a pontnak a törlésével.
A következő a 16-os ajánlási pont, amelyben a 41. paragrafus 4. pontja véleményünk szerint a következő képpen módosulna: a kiképzett tartalékos állományba a honvédség állományából kikerült, korábban hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos szolgálatot teljesített férfi helyett